Szegedtől Makón át Budapestig. Az ország szinte minden tájegységéről és még határainkon túlról is érkeztek játékosok az immáron 17. alkalommal megrendezett Sárét Kupa sakversenyre. A szeptember 10-én megkezdődött többnapos versenysorozatnak ismét településünk iskolájának tornaterme adott otthont, ahol közel 50 fő vett részt a megmérettetésen. Az eseményre érkezőket Gerda Emil, a Sárét Kupa sakverseny főszervezője köszöntötte, majd településünk polgármestere Borbéné Fülöp Hajnalka és Gyányiné Székely Viola nyitotta meg a rendezvényt. 17-ére mondom azt, és ez tényleg nagy öröm, hogy nagy örömmel köszöntök mindenkit, és a hétfői megbeszélésünkön polgármestert nem fogadtunk, ő nyert volna. Még ilyen 30 körüli létszám volt, és mondom, vagy elkezd visszafele fejlődni a verseny, vagy nem tudom, hogy mi az oka, hogy ilyen kevesen jelentkeztek. Azt mondta a polgármester asszony, hogy ne idegeskedj, Emil, biztos itt lesznek. Hát szerdától beindult, és ugye pontosan nem tudom, mert egy-két lemondás van, 50 fő körül vagyunk, és én 17 és fél évvel ezelőtt, amikor ez az ötlet fölmerült, azt mondtam, ha tetétlenre el tudunk csábítani 50 embert, vagy 45-50 embert, akkor én nagyon szívesen szervezem ezt a versenyt. Természetesen az önkormányzat, hogyha tud segíteni. És ezt akkor örömmel jelentetem, hogy a 17. versenyünkön is megvan az a létszám, és ez nem pénz, mert ez nekünk nem pénz, hanem költség, de örömmel tesszük ezt meg, hogyha mondhatom azt, hogy az ország különböző részeiből tudunk ide elhívni embereket, mert egyet is mondtam már, hogy csak most hirtelen nem megsérte senkit, akit véletlenül kihagyni, csak a távolságok miatt, de Szegedtől, Makón át, Budapesten, Nyíregyházán vagy Miskolcon keresztül, vagy át az ország különböző pontjaiból vagytok itt, vannak itt versenyzők, ami külön megtiszteltetés számunkra. És engedjétek meg, hogy aki nem ismerni, hadd mutassam be tetétlen polgármester asszonyát, Borbéné Fülöp Hajnalkát, és az intézményvezetőnket, akik biztosítják számunkra ezt a, én azt gondolom, hogy impozáns lehetőséget, hogy ilyen kultúráltan tudjunk egy sakversenyt lebonyolítani. És én átadnám a szót a polgármester asszonynak, hogy nyissa meg versenyünket. Köszönöm szépen, én is nagy szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. Valóban nagy öröm volt látni azt a készülődés közepén, hogy még mindig jelentkeznek és érdeklődnek a versenyünk iránt, hiszen az előkészületek során hétfőn is, illetve a hét közepén is azt beszéltük, hogy azért nagyon sok verseny van, ahova lehetőséget kapnak, akik versenyezni szeretnének. De tényleg nagy szeretettel készültünk, és várjuk Önöket, vagy várjuk Önöket. És bízunk benne, hogy jól fogják érezni ismételten magukat a településünkön. Ameddig érdeklődés mutatkozik, mi addig mindig készek vagyunk minden feltételt biztosítani ahhoz, hogy itt nyugodt körülmények között tudjanak sakkozni. És szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem Emilnek azt, hogy szervezi, a munkája mellett odafigyel erre, hiszen én mindig szoktam mondani, én ehhez nem értek, tehát én erre képtelen lennék. Közreműködünk, segítjük, illetve szeretném megköszönni igazgatóasszonynak és minden kollégámnak, aki segített abban, hogy ilyen körülmények között rendben tudjuk válni Önöket, és bízok benne, hogy jól fogják érezni magukat. Az ebédet azt ugyanúgy biztosítjuk a finom süteményekkel együtt természetesen, és mindenkit arra biztatok, hogy kóstolja meg, mert tényleg egyik finomabb, mint a másik. Illetve készültünk, ahogy szoktunk, mindig valami újdonsággal is. Talán akik ugye már többször itt voltak, azok tudják, hogy a homoktő is az egyre inkább meghatározó a településünkön, és ezzel kapcsolódóan új termékeket is hoztunk, hogy kóstolják meg, azon kívül, hogy egészséges, nagyon finom, és holnapi nap folyamán az ebéd mellé mindenkit szeretnénk meginvitálni egy finom homoktövises jégkrémre. Akik eddig kóstolták, azok mindenki azt mondta, hogy nagyon finom, egyedi, de mellette egészséges is. Úgyhogy én azt kívánom Önöknek, hogy érezzék jó magukat, jó versenyzést és jó eredményeket kívánok, és köszönöm, hogy itt vannak körülben. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, én személy szerint 5. alkalommal lehetek részese ennek a nagyszerű kezdeményezésnek, és nagyon örülök neki, hogy
polgármester asszony a település egyik értékét, a homoktövist tudja önök felé bemutatni, én pedig be tudom mutatni, hogy ilyen kis településeken is ilyen szép infrastruktúrában tudjuk a gyermekeket oktatni, és én már 2004 óta vigyázunk arra, hogy ez az épület ilyen gyönyörű maradjon is, és minél tovább szolgálja azt, hogy a kis települések gyermeke is helyben tudjanak iskolába járni. Remélem, hogy a település jó hírét, amikor messzire veszik a homoktövis, és a sakszereteten kívül az iskola is az önök eszébe jut. Sok sikert kívánok mindenkinek! Miután Száva Miklós, a verseny bírája ismertette a megmérettetéssel kapcsolatos technikai tudnivalókat, a játékosok pontszámaik alapján két csoportba válogatva megkezdték a kétnapos próbatételt. A sakkversenyen résztvevők között szinte minden korosztály képviseltette magát, a rutinos öreg rókáktól az egészen fiatalokig. Pető Dávid Debrecenből érkezett a versenyre. 4 éves korában kezdett el a sakkal foglalkozni szülei motiválására, és 5 éves kora óta vesz részt versenyeken. Már számos díjjal büszkélkedhet a fiatal versenyző. Elmondása szerint ugyanakkor még neki is van mit tanulnia. Én viszonylag sem sikakodós fajta vagyok, ami hát nem a legjobb dolog. Mivel ugye időre megy, ezért szoktam általában kapkodni, csak hát ugye most volt idő, és mégis kapkodtam, és főként el kéne figyelni kezdőként, hogyha valaki elkezdi a sakkot. Én azt tanácsolom, hogy akkor is gondolkozzatok, hogyha az ellenfél ideje megy, és nem csak a tiétek megy. Kanyuk Hunor úgy szintén a mezőny fiatalabb korcsoportba tartozó versenyzője. Csupán 3 esztendős volt, amikor nagyapja útmutatásával kezdett el a sakkal foglalkozni, és neki köszönhetően lett a Nyíregyházi Egyetem Sportegyesület sakkszakosztályának tagja is. Én szerettem azt a klubot, mert hát valamikor kimegyünk játszani, meg csomó sakkozunk, és ezért a versenyekre gyakorlunk, és talán meg tudom nyerni az egyiket, és ezt csak a nyesének köszönhetem meg nagyapámnak. Eléggé gyakran veszünk versenyeken részt, és eléggé sok helyen jártam már. Meg kell gondolni a lépés, hogy jót lépsz-e, és biztos, hogy nem nincsen támadásban, tegyük fel a vezér vagy a bástya. Meg ez időre megy, és arra is nagyon kell figyelni, hogy nehogy lejárjon. Szóval nem azt mondom, hogy kapkodjunk, de figyeljünk rá az időre. A kétnapos kupa során számos kiváló játékos mérhette össze sakktudását. Molnár Tibor Nádudvarról 1985 óta sakkozik versenyszerűen. Munkahelye miatt maximum havonta, fél évente van lehetősége versenyekre járni, de ha teheti, a Sárét kupán minden alkalommal részt vesz. Egyre gyakrabban jövök a járva terhét versenyre, mert jó kiegyensúlyozott, és jó a szervezés is. Meg másfelé is szoktam, mint Püspöklödány, meg Szerencs, meg Füzesabony is valamikor rendezett, arra si voltam. Többé kevésbé eredményes volt a középmezőny. Hát most is ott az első 10-be benne vagyok. Most, hogy így döntelenesztem, így az 50% ma is megvolt, meg tennap is. Tibor elmondása szerint erős mezőny gyűlt össze tetétlenen. Kiemelte, hogy kifejezetten ügyelni kell a fiatalabb korosztályban indulókra. Hát a diákoktól nagyon kell vigyázni, mert ők nagyon úgy csinálják a dolgot, jobban ki tudják elemezni a dolgot. Ugye én már régóta sakkozok, azt az ilyen kötések, villák, meg ilyesmi, erre nagyon fel kell figyelni. A kétnapos verseny során számos fiatal tehetség mutathatta be tudását olyan játékosok ellen, akik már évtizedes tapasztalattal rendelkeznek. Hajdú István, a Szentesi Sakk Sportegyesület tagja, 1965-ben alig 14 évesen kezdett el sakkozni. Elmondása szerint a fiatal generáció tagjai veszélyesen jól játszanak, és még a veterán játékosoknak is komoly kihívást jelentenek. Most voltam ebbe a hónapban, meg a múlt hónap végén Debrecen Nyíregyháza Eger, és ezek a fiatalok szenzációsak. Olyan kis agytrösztök, annyira jól tudnak memorizálni. Szoktam is mondani, hogy csak lehetőleg kisgyerekkel játni játszak, de ha már kisgyerekkel játszok, akkor legalább ne lány legyen. Na azoktól még azért restelleg is kikapni. Nagyon jók a fiatalok, jók az edzőjük, és akkor ugye vannak ezek a sakk gépek, ezek a sakk programok, nem úgy lehet felkészülni most, már mi valahogy, hogy alig jutottunk játszmákhoz.
a mezőny legidősebb játékosa, 87 éves dr. Kántor Sándor, a Debreceni Egyetem adjunktusa. Mint sokan mások, ő is fiatalon kezdett el sakkal foglalkozni, de az idő múlásával a játék helyett inkább maga a sakk oktatása kezdte el érdekelni. Az évek során számos külföldi intézményben is megfordult, köztük Oroszországban is, hogy megismerje a játék elsajátításának módjait, fortéjait. És hogy mi is a titka egy jó sakkjátékosnak? Hogy sakkozik valaki, az nem csak attól függ, hogy mit tanult meg a sakkban, hanem ott is, hogy emberi tulajdonsága milyenek. Ezt az edzők nem nagyon hozzá. Tudják ugyan, hogy aki bátortalan, az nem megy bele az éles küzdelembe. Ilyen emberi tulajdonos vannak, de most csináltunk egy könyvet, amelyik orosz szerzők alapján leírja, hogy az emberi tulajdonság hogyan befolyásolja a sakkjátékot. Sándor már hosszú évek óta visszatérő játékos a Sárét kupának. Elmondása szerint azért szeret a tetétleni versenyen részt venni, mert itt érezhető a játékosok és a szervezők hozzáállásán az emberség. Azért szeretek tetétlenre járni, ha csak lehet, akkor eljövök, mert itt a játékosok is, a rendezők is minden szempontból, tehát játék alkalmából is, meg a rendi alkalmából is emberi minden. Tehát itt nem olyan, hogy egy valaki diktál meg ilyesmi, hanem úgy, ahogy azt a közjó megkívánja, úgy történik a cselekmény események. Gerda Emil az esemény szervezője évről évre igyekszik a sakkverseny színvonalát emelni. Riporterünknek beszélt a megmérettetés szervező munkájának hátteréről, valamint betekintést nyújtott a versenyen történtekbe, és ismertette a legkiemelkedőbb játékosok eredményeit is. 17. sárgykupa sakkversenyt két napon rendeztük meg, egy A és egy B csoportban, az A csoportban 5 forduló, és 1800 értékszám fölöttiek indulhattak. A B csoport pedig 1800 élőpont alattiak. Hát ugye, hogy szoktuk mondani, a sakk az egy kortalan sport. Itt a legkisebbtől a legnagyobbig le tud ülni az asztalhoz és versenyezhet. Hát a mai versenyünkön a legfiatalabb az 9 éves, egy lány, a legidősebb pedig a 86 vagy 87, nem is tudom pontosan, dr. Kántor Sanyi bácsi, aki meg is nyerte a versenyt a B csoportban. És az A csoportban vannak, hogy ami 2200 fölötti értékszámban rendelkezők, az már nemzetközi szinten is komoly játékerőt képviselnek. Oda azért Magyarországról is kevesen jutnak el. Hát itt a Deák Sándor vagy a Szabó Attila 2200 fölöttiek. De mint ahogy látszik is a versenyen, jelen pillanatban még nincs az A csoportban a végeredmény, de egy fiatal srác az ott lesz a dobogon vagy dobogó közelben, pedig ő a rangsor szerint jóval lejjebb van. Viszont megvette az első számú kiemeltet. Emil kiemelte, hogy nagy megelégedéssel látta a legifjabb generáció eredményeit, hiszen ehhez a játékhoz olyan mentális és gondolkodásbeli felkészültség szükséges, amit a fiatalok felnőve a hétköznapjaik során is tudnak majd kamatoztatni. A fiatalok közül is többen részesültek díjazásban. Mind a két csoportban külön díjazás van, ugye ez nagy mértékben függ a versenyzők létszámától. Az A csoportban 3 díj van, a B csoportban pedig 6 díj. Ezek ugye érem, kupa és ajándékutalvány formájában kerülnek. Ezen kívül a tetétlen önkormányzatnak köszönhetően a tetétlen kincseiből ajándékcsomókat kapott a verseny, és ezekből is adunk arra érdemes versenyzőknek. Ezen kívül már szép hagyományt teremtettünk vele, hogy itt maradjanak a verseny végéig a sakkozók, mert a tombolán is sorsolunk ki tetétlen kincseiből. Azt gondolom, egy ilyen kis település életében ez egy óriási esemény, hogy 17 éven keresztül minimum 50 embert mindig el tudunk. Én is szoktam fogalmazni, csábítani erre a kis településre. A verseny végeztével átadásra kerültek a kupák és díjak a legkiemelkedőbb teljesítménynyújtó versenyzők számára. A jutalmakat Gerda Emil és Borbéné Fülöp Hajnalka polgármester nyújtották át, majd tombola sorsolásra került sor értékes nyereményekért. A legjobb 9-es lány egy kupát kap, Konyuk Luca. Legjobb U11-es fiú, egy kupát kap, Kanyuk Kuno.
baj van, amikor 11-ére jössz, akkor már megszokott. A B csoportban a legjobb szenior, 55 év feletti játékos Bőrdős Ján. Nem jól mondtam? Bőrdős János. Te. Hogy felállt? Gratulálok. Nem értem. Hát azt nyerjed, a legjobb szenior lettél a B csoportban. Te lettél a legjobb szenior. De én itthon vagyok. Ó, köszönöm szépen. Gratulálok. Köszönöm szépen. Legjobb női játékos, Bíró Beáta. Bocsánat, nem mondtam a Devasztinak. A B csoportban a legjobb 1600 alatti élővel rendető játékos, Kerti János. És akkor a helyezettek. B csoportban 6. helyezett lett Králik Attila Makói. Ötödik helyezett lett Szatmári Gergő Gyula Hajdúszoboszlói Sarkis. Negyedik helyezett lett Molnár Tibor Nárunga. Köszönöm. Harmadik helyezett lett Hajdú István Szentes. Gratulálok. Köszönöm. További sok sikert még vagy 56-64. 45 fiatal vagy. Köszönöm szépen. Borítékot tett át. Második helyezett lett, és nem kap borítékot, ez csak poén volt, magi kívül. Csak oda dolgok kapott. És tovább is sok. És ugye a sapnak a fordulatosságát mutatja, nem emlékszem, hogy tavaly vagy tavaly előtt volt, hogy egy nagyon fiatal versenyző nyerte meg a B csoportot, most pedig a B csoportot az egész verseny legidősebb tagja nyerte meg, és messze menően gratulál a Dr. Kárpós Sándor. Sok jó egészséget még a sokszor. És akkor az A csoport, legjobb szenior díj, ajándékcsomag Deák Sándor. A legjobb női játékos Fekete Ágnes Kisújszállás. A
legjobb 2000 értékszám alatti játékos Herka Dominik, szintén hajnoszokhoz. Az A csoport harmadik helyezett Kelemen Imre, debreceni sakkbarát. Második helyezett Marjanovics György. Köszönöm szépen. És a 17. Sárép Kupa sakkverseny A csoportjának első helyezettje Szabó Attila, Szatmár Németi.